Jelenleg föld és sár borítja a nyíregyházi görögkatolikus hittudományi főiskola szomszédságában lévő üres telket. Mint azonban a makett is mutatja, hamarosan egy új több funkciós épület együttes nő ki a földből ezen a területen. Múzeum alapítását határozták el. Az emlékokirat felolvasásával kezdődött el péntek délután az a szertartás, amelyen aztán megáldották és letették a görögkatolikus múzeum és Szent Atanász vendégház alapkövét. A létesítmény a kultúra közvetítés, valamint örökségvédelem mellett a tudományos kutatást és az oktatást kívánja szolgálni, segítve erősítve a főiskola működését modern keretek között. Mindaz, ami a miénk, amiből élünk, ami számunkra érték, amit mi kaptunk, azt úgy tudjuk felhasználni, hogy azon keresztül az egyház küldetését tudjuk teljesíteni. Az egyháznak pedig az a küldetés, hogy az Istenhöz közel vigyük az embereket. Mondanám úgy, hogy az Istent közel vigyük az emberekhöz, de ez nem így van, mert az Isten közel van az emberekhöz. Csak mi nem ismerjük föl. És az egyháznak az a munkája, hogy erre rámutasson, hogy mennyi mindent kaptunk az Istentől. A közel 2000 négyzetméteres alapterületen kiállító és közösségi terek, raktárak és restaurátor műhely, valamint egy múzeumi adattár is helyet kap majd három szinten, ahogy ide költözik majd az 1981-ben alapított egyházművészeti gyűjtemény is, amely jelenleg nem látogatható. Ez a gyűjtemény a 17. század elejétől kezdődően egészen napjainkig mutat be egyházművészeti alkotásokat, elsősorban ikonokat, festményeket, liturgikus tárgyakat, mindazt, amit a keleti liturgiában, a templomban használunk, ötvös tárgyakat, textileket, fából készült tárgyakat, és a keleti liturgia sajátos szokásrendjéhez kapcsolódó tárgyakat. A szakmai vezető szerint azok számára is izgalmasak, érdekesek lehetnek ezek, akik nem görög katolikusok. Ugyanígy a múzeum nyitott befogadni mindazokat a kortárs művészeti reflexiókat is, amelyeket a keleti egyház inspirál. Nagy örömmel jöttem Nyíregyházára. Az ünnepségen a koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár kiemelte, éves szinten mintegy 100 milliárd forinttal támogatják a hitéleti tevékenységet, egyházi építkezéseket és örökségvédelmet, lévén az egyházak fontos partnerei a kormánynak. Azt nézzük, hogy hazánk történetében a történelmi egyházak fontos erkölcsi, világnézeti szerepet töltöttek be, mint egy vezérfonalként szolgáltak, úgy ezt a feladatot a jövőben is szeretnénk, hogy az egyházak ellássák Magyarországon. Kiemelt prioritás a politikánkban a családok támogatása, és a családok támogatásának egyik fontos pillére a hagyományos családmodell támogatása és propagálása, amelyet az egyházak ugyancsak tesznek, az egyházak ugyancsak biztosítanak az állampolgárok számára. A több mint másfél milliárd forintos beruházást 1,2 milliárddal támogatta a kormány. A Balázs Mihály által tervezett komplexum új színfoltja lehet a város és a régió kulturális és közösségi életének, egyúttal turisztikai jelentőséggel is bírhat. A görögkatolikus múzeum a tervek szerint 2022-ben nyithatja meg kapuit a látogatók előtt.